Annó Kádár János legalább tudta, hogy ki az a Jancsó Miklós, ki az az Eszterházi Péter, vagy éppen Fábri Zoltán. Ma ez nincs így. Ma egyetlen egy kultúrpolitikus se, egyetlen egy politikus se említ meg, egyetlen egy könyvet, filmet vagy színházat sem. Színházban nem is járnak. A foci, az létezik. Mondta egy interjúban Mészáros Márta. Ő is itt lesz. Itt is van, és hát persze, hogy létezik a foci, hát egy foci VB-n idején a focit ne károsztassuk érte, de hát nem is erről beszélt. Jó estét kívánok! Jó estét. Azt mondta egyszer a Húzósban, az én műsoromban, hogy egy filmet felteszem, az a Északi Fény című film, az Aurora Borealis. Még meg kell, mindenképp meg kell csinálnia. Miért kell? Miért kellett? Miért kellett megcsinálnom? Ezt az egyet, ezt mindenképp, ezt miért? Nem, azt hiszem, egy kicsit eltolozták. Hát ő mondta. Nem. Hát mindig kell egy filmet csinálni, amíg él az ember, én úgy gondolom. Én úgy viszonyulok ehhez a szakmához, mint egy munka, amit el kell végezni. És ha valami eszembe jut, vagy észreveszek, vagy érdekel a környezetem, vagy a világ, vagy a politika, vagy az élet, a hosszú életem, ha sok minden történt, akkor próbálok filmet csinálni. Ez van, mikor nagyon jót csinálok, van, mikor közepeset, van, mikor attól függ. Ez milyen... most milyen lett? A Borealis. Hát állítólag nagyon jó. Nagy sikere van. Ami nagyon érdekes, hogy Magyarországon pedig 26 filmet csináltam, még ilyen közönség sikere nem volt filmemnek. Hát a régi-régi rendszerben, mikor azért másképp nézett ki az egész forgatása, nem volt televízió, és akkor még a szegény legényeket is egymillióan nézték meg, de aztán később ez egyre kisebb lett, de most ezt nagyon szeretik, és az az érdekes, hogy elhatároztam, hogy egy kicsit utazok a filmmel, mert mindenhova hívtak, Chicagótól kezdve, mit tudom, Erdélybe, meg Lengyelországban, meg Franciaországban, meg Angliában, és mindenhova utaztam, és mindenhol sikere volt. Értették, mindenhol ugyanúgy értették. Moszkvába ha már mondja Erdélyt, egyrészt kapott egy életműdíjat, gratulálok. Másrészt, én már többet kaptam. Hát, de most. Másrészt azt is mondta, hogy Jancsó Miklós jobban szerette Erdélyt. Ön meg jobban szereti Lengyelországot, mint Magyarországot. És ezt nagyon furcsa hallani, és próbálom érteni, és talán értem is, de szerintem azért egy mondatot mondjon erről. Hát Miklós, azt hiszem, hát az ő nevében én csak az emlékeimben tartom ezt, hogy tőle tanultam meg, hogy mi az Magyarország és mi az Erdély. Mert én ugyan itt születtem, de nagyon kisgyerek voltam, mikor elmentem, és mikor visszajöttem, akkor nagyon rövid ideig voltam itt, és újból visszamentem Szovjetunióba. Okay. Látta a napló filmeket, elég sokat tud erről. Igen. Úgyhogy én, amit tudok Magyarországról, azt tőle tanultam, és az, hogy mi az Erdély, és Erdély számára mindig, ő ugyan nem ott született, véletlenül Vácon született, mert ott kezdett szülni az édesanyja, de ő Erdélybe éltek ők, és ő ott járt főiskolára, nem főiskolára, az egyetem volt akkor, igen. De akkor a szívében erdélyi volt inkább, vagy erdélyi magyar. Szívében nagyon erdélyi. És mitől más, vagy mitől jobb Lengyelország, mint Magyarország? Hát, mit nem tudunk mi, amit a lengyelek, igen? Harcolni. Ez nagyon lengyelek, ugyan szörnyű történelmük volt, de ez nagyon harcos és nagyon
erős nép, aki egyszerűen se kicsiben, se közepesben, se nagy dologban nem hagyja magát. Amíg én ott éltem, így itt is, meg ott is, 20-valahány évig, szinte 25 évig, végig éltem a Solidarność, akkor ott voltam, mikor elkezdődött a Solidarność, és 10 millióan voltak, és a hadi állapotot, és az egész váltást. Ez a lengyel 80-as évek is a szolidaritás mozgalom. Igen. És a lengyelekben mindig van egy ilyen iszonyatos nonkonformizmus. Nagyon erős. Nem alkudnak. Viszont most ők sincsenek könnyű helyzetben, és hogyha két országot összehasonlítjuk, tulajdonképpen ugyanazokban a bajokban gázolnak. Nem. Nem? Nem. Nem másképp. 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 Nézze, ez hosszú lenne elmondani, hogy az a nacionalista, vagy nem tudom, hogy nevezzem, szóval a Kaczynski és a Köre, az nem így változtatja a rendszert, mint Magyarországon. Ott a gazdasági helyzet és a politikai helyzet teljesen külön van. Kaczynski nem foglalkozik a gazdasági helyzettel. És a kultúra, ami az ön területe, szabad? Igen, hát az újság abszolút és szabad. És itthon szabad? Szabad. Itt szabad. Magyarországon is, úgy gondolja? Itt nem szabad. Amikor mi utoljára beszélgettünk, az volt a kérdés önben, hogy fogja-e támogatni Andy Vajna és ez a film alap a Mészáros Márta filmjét. És aztán kiderült, hogy támogatják. Igen. Ez sem változtatta meg a véleményét arról, hogy működik a kultúra, ahogy működik a kormányzat, ahogy működik a filmfinanszírozás? Nem. Nem. Hát nézze, én sok filmet csináltam a hosszú életemben, és sok rendszerben, és sok szituációban éltem, és voltam, és láttam ezt is, azt is, amazt. Itt egyszerűen nincs a kultúrának, a kultúrai létnek nincs koncepció, nincs gondolata, nem lehet tudni, hogy ez miért szűnik meg, ezt miért nem adnak meg, szóval semmi, nincs egy koncepció, nincs egy vezér. De azért nincs, mert saját maguknak nincs kulturális hátterük? Ugye erről nyilatkozott. Nem, szerintem a Magyarországon a filmesek nagyon tehetséges emberek. És az újak, akik jöttek már most, azok is nagyon tehetségesek. Mindenki, aki első filmet csinál, vagy rövid filmet csinál, mindenki, ez mindig így volt. Magyaroknak nagy képességük van a filmhez. Mindig így volt. Mindig nem tudom, mitől van a zenéhez és a filmhez. Nagyon sok tehetséges ember van. Több, mint kellene, mert még van a öreg generáció, hogy még él a Szabó Pista, meg én, meg hát nagyon sokan elmentek, de van a Hajdú Szabolcs, a Mundrucó, akkor jönnek teljesen mások, és mindegyik, aki csinál filmet, az érdekes, és különös, és rosszul kommunikálnak ezekkel az emberekkel, akik filmet csinálnak, és ezek a filmek érdekesek. Hmm. Szóval van egy eset, nincs koncepció, esetlegesség van, ami nem tudom, hogy... Valószínűleg a rendszerből fakad, mert ezt nem csak a filmkészítők mondják, és nem csak igen, a kulturális élet. Biztos a rendszerből, mert a másik dolog például, ami a Lengyelországban más, abszolút más, az a viszony a kultúrához. Ott egy olyan
tisztelet van az írókhoz, a rendezőkhöz, de hát éppen nem emlékszik, és szerintem a nézőink közül is nagyon sokan, hogy az régen itt is így volt. Régen itt volt. Na látja. Talán lesz még egy ilyen korszak. Hát talán. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen. Örülök, hogy itt volt. Híradó, és aztán várom önöket, folytatjuk az egyenes beszédet is utána. Ezt akartam.